Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit, ami itt van a kezemben. Megnyugtatom önöket, ez nem egy varázspálca, ez egy igazi női gerely. Mása, kicsinyített mása, természetesen gyönyörűséges, mint látják, májva és levendula színű, és természetesen funkciója van a mai beszélgetésben, hiszen vendégem Farkasné Szagri Zsuzsanna, tanárnő, csokolom a kezét. Nagyon jó, hogy itt van velünk. És mielőtt elkezdenénk beszélgetni, vessünk egy pillantást az asztalra, hiszen azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond arról, hogy miről esik szó, hiszen a tanárnő egy nagyszerű atléta, aki idejében elkezdte az atlétizálást, és azóta ez a termés gyönyörűséges. És ami a legfontosabb talán, hogy mind mögött teljesítmény van, emberi teljesítmény, ami nagyszerű dolog, hiszen azt mondják, hogy ez egy olyan világ, ahol a teljesítmény számít, részben igaz. Beszélgessünk inkább önről. A hivatás választás nagyon fontos egy gyermek, egy ifjú hölgy életében. Mikor döntött el, hogy tanár lesz? Hát nálunk a családi hagyomány. Édesapám pedagógus volt. Először Hódmezővásárhelyen, majd Sárkeresztúron tanított, és hát úgy gondolom, hogy különösebben nem is volt kérdéses, hogy én mi leszek. Inkább ami még hozzájárult, hogy tanár lettem, a sportnak a szeretete. Én egész kislány voltam, amikor már sportoltam, versenyszerűen is sportoltam, tehát alsótagozatos koromban, de még előtte is már anyukám mindig hol a fáról szedett le, hol a fejjel lefelé álltam kézen, tehát valamit mindig csináltam. Tehát egy cserfés mozgék. Igen, igen, így van. És hát így lettem, hogy édesapám példája. És miként választott szakirányt magának? Ez ideje korán eldőlt? Igen, a sport szeretete miatt. Ez nem is volt kérdéses, ez sem, hogy testnevelő tanár leszek. És választott mellé nyilván egy másik szakot? Hát először igen, mert Pécsre jártam földrajzi testnevelés szakra, és utána pedig a Magyar Testnevelési Egyetemen ilyen kiegészítő levelező tagozaton végeztem. És hogy választott magának sportágat először? Hiszen hosszú út jutott el addig, amíg atlétikával kezdett foglalkozni, ugye konkrétan gerelyhajítással és egyébbel. Tehát ugye elkezdett tanítani értelemszerűen. Ifjú hölgyként a Münichben kezdte, amit akkor még Münich Ferenc Általános Iskolának hívtak. Hát sportolni már elkezdtem általános iskolás koromban, atlétizáltam, akkor elkerültem Szekszárdra középiskolába, ott szintén atlétizáltam, mert Szekszárdon volt egy Szabó Miklós és egy Muzolai János nevezetű atlétaedző, akik azonnal fülön fogtak, ahogy oda kerültem a középiskolába, és a Szekszárdi Dózsába atlétizáltam, gátfutó voltam egyébként. Amikor elkerültem a középiskola után a főiskolára, ott is atlétizáltam, de a kézilabda is mindig a szerelmem volt, és amikor elvégeztem a főiskolát, és ide kerültem Fehérvárra, akkor a köfém, akkor még úgy hívták, ott kézilabdáztam egész sokáig. Aztán, amikor hát megszülettek a gyerekeim, két fiam van, akkor hosszú ideig abba maradt a sportolás, és amikor már nagyobbak lettek, akkor kezdtünk el így kézilabdázni, kosárlabdázni hetente egyszer-kétszer. Ne szaradjunk ennyire előre. Beszéljünk egy kicsit arról a korról, hiszen ez egy remek időszak volt, mondom én, hiszen én magam is abban a korban éltem, és az atlétákat nagyon-nagyon szerettük. Ha egy gátfutókat nézzük, nekem még beugrik Bruzsenyák Ilona és a többiek, tehát az akkori válogatott sztárok, nagyon nagyszerű atléták voltak, Mátai Andrea, tehát a magasugróra gondolok, Német Angéla, ugye mindenki igen, előtt ismert olimpiai igen. Bajnokunk Mexikóban 1968-ban, tehát egy gyönyörű időszak volt. Kire szeretett volna hasonlítani, mit szeretett volna elérni a sportban? Az edzőm, aki Szabó Miklós volt Szekszárdon, ő válogatott gátfutó volt, úgyhogy őre szerettem volna hasonlítani, és hát ő is volt az, aki a gátfutás felé
irányított. Tehát a technikailag ez egy nagyon nehéz versenyszám, hogy ezt tudjuk. Hiába gyors valaki, ha kevésbé technikás, akkor nem. Hogy sikerült megszokni a megtanulást? Én nálam meg pont fordítva volt. Én nagyon jó technikával futottam, csak nem voltam túl gyors. Egy bizonyos szintig eljutottam, és másodosztályú szinten volt gátfutásban, és tehát egy kicsit kellett volna még, hogy gyorsabb legyek ahhoz, hogy még jobb eredményt tudjak elérni. Tehát akkor nyilván abba maradt, de még mindig a Münich-Ferenc Általános Iskolánál tartunk. Ugye a Münich volt a központja, legalábbis Székesfehérváron a sportnak. Akkoriban középiskolában a Vasvári, értelemszerűen általános iskolában és az atléták oda jártak többségében. Hogy sikerült megszoknia azt a légkört, hogy ugye ott megvolt a kettősség, hiszen jószerivel az általános iskola fele sportolt. És a másik oldalról pedig, hát nyilván pedagógusként arra is kellett figyelnie, hogy a megfelelő munkát elvégezzék sportban is, és tanulásban is. Hát ugye testnevelés tagozatos általános iskola volt, nagyon szerettem tanítani a kicsiket is, nagyobbakat is, és hát alapjába véve a nem testnevelés tagozatosokat is nagyon szerettem tanítani, mert hát én azért tanítok mind a mai napig, mert nagyon szeretem a gyerekeket, ők is szeretnek engem, és tehát én nekem ez a kettőség nem okozott problémát, hogy voltak az ügyesebbek, meg a kevésbé ügyesek. A testnevelés tagozatot azért szerettem csinálni, mert hát ott sok ügyes gyerek járt, sok MB1-es vagy első osztályú versenyző lett a későbbiek során. A többieket pedig azért, mert az általános iskolában mindenki nagyon szeretett sportolni. Volt olyan kislány, aki egy kicsikét túlsúlyos volt, és állandóan jött, hogy ő szeretne kézilabdázni, járni hozzám. És akkor mondtam neki, hogy hát, majd meglátjuk, és ő minden délután, amikor edzés volt, lejött, és a végén el is járt edzésre, le is fogyott, úgyhogy azért sikerült összehozni a kettős dolgot. A testnevelés tagozatosokat pedig azért szerettem, mert egyrészt hát nagyon ügyesek voltak, másrészt pedig én magam is nagyon szeretek versenyezni, meg a gyerekeket is nagyon szívesen hordtam versenyre, vittem őket, és rettentően tudtam szurkolni. Az atlétika után jött a kézilabda. Mit keresett a kézilabda? Az atlétika egyéni sportág, mint tudjuk. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokat kell edzeni, hogy megfelelő szintet elérjen az ember, és minden rajta múlik, és az edzőjén persze, de fejben dől el elsősorban, mondom én, tehát mentálisan is fel kell készülni egy-egy versenyre. A kézilabda pedig, a női kézilabda egy olyan csapatsportág, ahol egymásra épül, egy-egy emberre, nem egy emberre, hanem egy csapatra, csupa nagybetűvel, ha úgy tetszik. Mi vonzotta a kézilabda? Hát ez úgy volt, hogy a akkori Münich iskolába tanítottam, és délután így dobálgattam a kapura kézilabdával, és akkor a szondi kézilabdások, a kis szilárdalót edzettek, és jött a kis szilárd, és ő nézegette, hogy én dobálok, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem kézilabdázni. És mondtam, hogy de lenne, és akkor már elfelejtettem a nevét, hogy hívták az edzőjét, aki a köfém edzője volt, Bistei Péter, és elmentem hozzá, és mondtam, hogy szeretnék kézilabdázni. Így kezdődött, akkor még a megyei első osztályba játszottunk, és utána elmentünk osztályozóra, ott nem jutottunk tovább, és akkor idehozták Fehérvárra a Tóth Harsányi Borbálát, aki legenda volt. Így van, igen, és ő vele is voltunk osztályozón, és akkor följutottunk először az MB2-be, aztán meg az MB1-be. Igen, hát ő világválogatott is így volt. Így van, igen, meg a testvére Katival, ő Veszprémbe kézilabdázott, és a Bori meg itt velünk együtt kézilabdázott. Mi mindent lehetett a Boritól megtanulni? Szerettek volna hasonlítani rá? Hogyne, a Boritól aki tette a szívét, a lelkét, az edzésen, a mérkőzésen, és ezt mi is átvettük tőle, mert... Példakép volt. Igen. És a fiúktól hadd kérdezzek már vele, hiszen a nézők többsége el sem tudja képzelni, hogy itt világválogatott játékosok játszottak a Szondiban katonaként. Ugye itt volt a Bartalos Béla, Kis Mazsola, Nagy Mazsola, tehát a két válogatott kapus. Fenyő. És a Fenyő, aki szintén válogatott volt, és nagyon-nagyon sok mindenki. A Csiszárék, hadd ne soroljuk.
Jártak mérkőzésre, egymás igen, mérkőzéseire? Igen, jártunk. Hát inkább mi jártunk a Szondi mérkőzésére, ők kevésbé a Köfém mérkőzéseire, főleg az elején, ugye, amikor még kis alacsonyabb szinten játszottunk. Tehát akkor ott volt a mostani Novotel helyén még a második otthonunk, hiszen igen, a Szondi ott játszott a Gödörben. Utána játszottak a Münich iskolában, amikor már fedett, tehát a terem. No, és akkor jött az iskolaváltás, ugorjunk most egy nagyot, 1987-ben a általános iskolásoktól elindult egy másik úton, és az Árpád középiskolában, az Árpád szakközépben tanított. Miért váltott? Hát úgy gondoltam, hogy itt 12 évig tanítottam a Tóvárosba, és szerettem volna kipróbálni a középiskolát is, és itt pont lehetőségem volt, és hát sikerült, és minket azóta... Minket szaktárgyat tanította? Igen, igen. Mennyivel más az általános iskola után középiskolásokat tanítani? Hú, nagyon nehéz, mert az általános iskolások rettentő lelkesek, az iskolát el lehet velük hordatni, a középiskolások, főleg a testnevelésből nem annyira lelkesek, lusták egy kicsit, és nagyon komolyan kell hát egy kicsit nógatni őket, hogy mozogjanak, és hát átöltözzenek testnevelés órán, és dolgozzanak. 30 esztendőt töltöttek is ilyen, és összesen több mint 40 évet a pedagógusi pályán. Általában ilyenkor összegzésre kérik az embert, de én ennél többet szeretnék. Ugye, hogyan lehetett őket megtanulni arra a tisztaságra, ami a sportot jelképezi amatőr szinten, ami a mindennapok felelősségét is jelenti, hogy tiszta legyek, hogy erős legyek, gyors. Tehát ahogy Caberton Báron mondta, gyorsabban, magasabbra, erősebben. Hát én úgy gondolom, hogy a példaképpel, mert mi bárhova mentünk versenyre, sokszor mondták a gyerekek, hogy tehát Zsuzsa néni, hát nem tudják, hogy hát ő hányba született meg, kicsoda, de soha nem tettünk olyat, hogy mit tudom én, aki már túlkoros volt, beállt volna játszani. Tehát azért mondtam, hogy a példaképpel, mert ebbe soha nem engedtünk se a kollégáim, sem én, hogy ne ezt tanulja tőlünk, hogyha én csalok, akkor előbbre kerülök egy kicsivel. És hát nagyon szerettek edzésre járni, főleg mondom az általános iskolások, és meg a versenyekre is. Itt a középiskolában edzésre már kevésbé szerettek járni, de a versenyekre itt is nagyon. Tehát sportos család voltak. Igen. Hogyan lehet, felnéztek önre egyébként? A mindennapi testnevelés iránt érdeklődtek annyira, mint amennyire szerette volna? Hát ez elég komas kérdés. Hát nem is tudom. Ha azt mondom, hogy akkortól kezdve néztek föl jobban rám, mióta tudják, hogy ezekre a versenyekre járok. Előtte is nagyon szerettek, meg szerettük egymást a gyerekekkel, és inkább akkor azért szerettek órára járni, mert hogy én hozzám járnak, tehát a személyiségemet szerették. Most pedig, hogy főleg mikor megjöttem Brazíliából, és összehívták az egész iskola, kint volt körbe a folyosón, és akkor az igazgató úr mondta, hogy én Brazíliába jártam, és világbajnok lettem. Hát akkor oda jöttek hozzá utána, hozzám a gyerekek, és autogramot kértek tőlem. Mondtam, hogy életemben először adtam autogramot. Ez csoda dolog. Igen. Büszke lehet önmagára, és büszkék lehetnek a gyermekek, hogy ilyen pedagógusuk van. Még mielőtt itt az érmek sorsáról, a múltról beszélgetnénk, azért essék szó arról is, hogy ugye abba hagyta a sportot egy időre. Miért kezdte újra? Hiányzott? Hiányzott, és hallottam, illetve mindig olvastam az újságba, hogy Szurok Eta veterán atléta itt csinált, meg anyadik lett, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, de nem tudtam, hogy hol kell kezdeni. És akkor jött egy új kollégám, Pálinkás János, és mondja, hogy nem indulunk ilyen veterán versenyen. De mondom, én úgy szeretnék. És akkor mondja, hogy hát van egy szervezetük,
a veterán atlétáknak, és annak van honlapja, ott fönt vannak a versenyek, és így kezdtem el. Nehéz volt elkezdeni? Nem, egyáltalán nem. És igazából nem hagytam abba a sportot, mert jártam kosárlabdázni egy héten egyszer, kétszer, mikor, hogy, és megfutni jártunk a barátnőmmel, és tehát végül is nem előről kellett nekem kezdeni. És hát 2009-ben indultam először az országos bajnokságon, az Tatán volt, és akkor eldöntöttem, hogy gerelyhajításban, hogy gondolkoztam, hogy hát futni, hát jó, elindultam gátfutásba is, de mondom, kézilabdázni, jól kézilabdáztam, tudok nagyot dobni kislabdával, gerelyhajítás tehát is meg biztos. Meg volt a dinamika, és ahhoz így is van. Meg kell tanulni a technikát. És akkor próbálkoztam először egyedül, dobálgattam, és 2009-ben elmentem az országos bajnokságra családi kísérettel, jött a két fiam, a barátjuk, és hát akkor első lettem, és ugye itt tudni kell, hogy 5 évenként vannak a korcsoportok, tehát mivel itt már 60, meg 70, meg 80 évesek is indulnak ezeken a versenyeken, tehát 5 évenként minden korcsoportban, minden versenyszámba lehet nevezni, kinek a futás, kinek az ugrás, kinek a dobás, és a következő évben, 2010-ben Nyíregyházán volt az Európa-bajnokság, és akkor gondoltam, akkor én ezt kipróbálom. De egy pillanat, tehát hogyan lehetett azt a szintet elérni, hogy nyugodt lelkiismerettel nevezzen az Európa-bajnokságra? Tehát lehet fejlődni egyébként ilyen korban? Mert én azt látom, ugye a nézők is látják, hogy remek formában van mindenféle értelemben, tehát azt gondolom, ha technikailag is rendben van, akkor már csak azon múlik, hogy elérje azt a megfelelő szintet, amiért érdemes kockára tenni. Először nem tudtam, hogy amit én tudok dobni, az hol helyezkedik el a világranglistán, vagy ezen az európai ranglistán, és amikor lezárult a nevezés, akkor úgy van, hogy most is nyáron megyek tavasszal megyek Olaszországba fedett pályás Európa-bajnokságra, és február 14-ig van a nevezési határidő, és amikor ez lezárul, akkor elő lehet hozni az interneten, hogy az én korosztályomban, gerelyhajításban hányan indulnak, és mik az eredményeik. És Nyíregyházán is így történt, hogy megnéztem, és akkor láttam, hogy 6. legjobb eredményem van. Hát nagyon örültem neki, ez a 6. nekem csodálatos helyezés volt, és kiderült, hogy 3. lettem Nyíregyházán. Hát, azt meg el sem tudom mondani, mennyire boldog voltam. Melyik volt az első érem? Az volt az első. Az volt az első. Az ilyen nagyobb versenyeken. Itt most már annyi van, hogy nem kérem önt, hogy azt mutassuk. Azt nem is hoztam el, mert ezeket így kiakaszgattam a falra, és azokat nem szedtem le, így a diplomával együtt. Azt nem hoztam el, de amikor volt az eredményhirdetés, oda jött hozzám egy férfi a Kossuth Rádiótól, és kérdezte, hogy hát csinálhat velem interjút. Hó, mondtam, persze, és annyira föl voltam még doboldva, hogy egyszerűen nem jutott tőlem szóhoz, mert annyira mondtam, és jó is volt, mert nagyon sokan hallották, a barátaim, a kollégáim hallották a riportot. Mennyit edz egy héten? Én egy héten, ha tehetem, 3-szor megyek edzésre, de 2-szer biztos. Most ezt a januárt, ezt ellazsáltam, ezt kihagytam egy kicsit, és most kezdek de újra. De már tudja, hogy mennyit kell edzeni egy szint megtartásához, igen, illetve fejlődéshez? Igen, ez a 2-3, ez kell. Többet nem nagyon, mert hát én úgy vagyok, hogy én most már a korosztályomat kompenzálom ezzel az edzéssel, mert hát ugye az ember egyre öregebb lesz, vagy idősebb lesz, és nehezebb magányosan teszi, vagy vannak társait fejére? Én az Arakhoz járok edzésre, a gyerekek közé, és hát először nagyon furcsálták, mikor 3 vagy 4 évvel ezelőtt megjelentem, a gyerekek között mindenki jött, és hogy nézegette, hát most meg már teljesen családtagnak számítok. Nagyszerű, nagyjúk, anyó? Igen, hát akivel én járok edzésre, ők középiskolások, a Molnár Ferenchez járunk, előtte meg a Milosovic Zsuzsihoz, sőt a Zsuzsihoz annyira jártam, hogy őt is elcsábítottam, úgyhogy ő is szokott járni ilyen veterán versenyekre, és
középiskolások vannak itt a gerelyhajításnál, 4-5-en vagyunk, és akkor így együtt szoktunk. No, szó esett már Brazíliáról, szőrmentén. Ezek az érmek azért vannak itt, hogy egyik másikról beszéljünk, mert azt hiszem, hogy kedves a szívének. Akkor, ha mindet nem is tudjuk megmutatni, mert az holnapig tartana, de nézzünk meg egyet-kettőt, és mutassa meg, legyen kedves a kamerának, és mondja el a történetét röviden. Hát ez a szívemnek legkedvesebb érme, ez a braziliai aranyérem. Hát ehhez hozzá tartozik a mese, hogy itt voltam szintén a Fehérvár TV-ben, amikor életemben másodszor elmentem, akkor először mentem külföldre, Gentbe, a Európa bajnokságra. Nem ültem még soha repülőgépen, nem volt szállásom, nem nagyon beszélek nyelvet, és így elindultam egyedül. Belgiumban. Igen. És hát nagyon izgultak értem itthon, hogy mi lesz, de azért egyszer-kétszer rossz vonatra szálltam meg, a repülőn is, na mindegy, szóval azért odaértem, és akkor utána voltam itt a Fehérvár TV-ben egy ilyen beszélgetésen, és akkor kérdezte, hogy mik a tervem, mondtam, hogy hát még soha senkinek nem mondtam, de én Brazíliába szeretnék eljutni. És eljutott. És addig beszéltünk róla, van Veszprémben egy barátnőm, akivel együtt járunk versenyre, amíg eljutottunk Brazíliába, és most így vagyok a következő nagy versennyel is. Szóval ez lett a legkedvesebb érmem, mivel világbajnok lettem, ez 2013-ban volt, és nagyon kedvesek, aranyosak voltak, indultunk, 23-an neveztünk, és úgy volt, hogy lesz selejtező, mivel nagyon sokan voltunk, de csak 19-en érkeztünk meg a versenyre, és amikor ment a selejtező, oda jöttek a bírók, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha az első 8 még dobna 3-at, és akkor meg lenne a verseny. Hát én nagyon bólogattam, mert akkor már vezettem, és akkor hát így történt, hogy írtam a fiaimnak egy SMS-t, hogy ma nekem játszották a himnuszt, és nem tudták elképzelni, hogy miért ma játszották nekem a himnuszt, amikor majd holnap után lesz a verseny. Tehát aztán ezért, mert akkor mindjárt megtörtént a verseny is. Látok itt kupát, és látok itt különböző, ott ez egy oroszlán, ha jól igen, látom. Igen, ez nyáron voltam. Mi az oroszlán története? Ennek ez Pöti Leónak hívják, mert a nyáron Lyonban voltunk, itt volt a világbajnokság, a braziliai világbajnokság után 2 évvel, és hát ez nagyon tetszett nekem, és láttam, hogy egy ilyen nagy oroszlán ült ott a pulton, és akkor oda mentem a hölgyhöz, és hát mondtam, hogy nekem ilyen kis Pöti Leó kellene, és hát ez lett a Pöti Leó, ez lett a neve. Itt a nyáron Franciaországban 4. lettem a világbajnokságon, úgyhogy innen nincsen érmem. Ami nagyon kedves még, ez 2014-ben Magyarországon, Budapesten rendezték a fedett pályás világbajnokságot, és ez úgy van, hogy a fedett pályás versenyeken is mindig vannak dobások, és természetesen mi kint dobunk, és itt ezüstérmet sikerült szereznem a gerelyhajításba. Ennek pedig az a története, hogy 4 voltunk, akik ebbe a korcsoportba voltak, és megbeszéltük, hogy indulunk a 4x200-as váltóba, és hát ott meg bronzérmet sikerült szereznünk. Nagyszerű történet. Mire készül most, kedves Zsuzsa? Most március végén, április elején Olaszországban, Anconában lesz a fedett pályás Európa-bajnokság. Már be is neveztünk, úgyhogy megyünk. Nagy súhaja kérdezem, hogy ki adja a támogatást? Vannak-e elegen? Ugye, ezt tudom, hogy furcsa kérdés, itt egy sikersztori kellős közepén ezt megkérdezni, de azért ez fontos kérdés. Hát támogató az nincsen. Az ilyen versenyekre, ez mind én saját magam fedezem a költségeket, a nevezési díjat, az úti költséget, a szállást. Nyáron 2 hétig jártunk Lyonba, Franciaországba. Most 1 hétig leszünk Olaszországba, Brazíliába is 2 hétig voltunk, úgyhogy ez nem egy olcsó és egyszerű dolog ezeket a dolgokat előteremteni. Én azért dolgozom, azért is, hogy ezekből szoktam összerakosgatni ezekre az utakra való összeget.
Új-Zéland pedig a következő álma, Wellington és környéke? Hát ez nagyon a másik vágyam a brazil út után. 2017-ben Oaklandbe lesz a világjátékok, és oda nagyon szeretnék elmenni, csak hát kéne egy kis segítség, mert hát az nagyon sokba fog kerülni. Én azt ígérhetem önnek, hogy aki nézi ezt a műsort, és illetve megszólít engem adott esetben önt, akkor mi ebben segítünk. Köszönöm szépen. Mert hogy ez egy rendkívül fontos dolog. Rendkívül fontos dolog Székesfehérvárnak, hiszen ön példakép. Rendkívül fontos dolog a sportnak, hiszen a sportban példakép, és rendkívül fontos azoknak a fiataloknak, akik most csak tengenek, lengenek, és nem igazán tudják, hogy mit hozhat a jövő. És lám-lám, csak egy beszélgetés kell hozzá, illetve meg kell nézni ezt a beszélgetést, és ennek hatására szinte bizonyos vagyok benne, hogy kipróbálják, hogy igenis van értelme az életnek, és az talán segít a kortársaim is. Úgyhogy én ennek tükrében kívánok jó egészséget, eredményes sportot továbbra is, kerüljék el a sérülések, és fejlődjék, hiszen ez a gerely megmutatja, hogy igenis, aki tudja használni, az milyen eredményeket érhet el. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, Farkasné Szagri Zsuzsánnával beszélgettünk, aki gondolt egy merészet, és mintegy 7 éve döntött úgy, hogy elindul egy olyan úton, amely mindenki számára példa lehet, sportolni kezdett, hogy milyen eredményesen erről hallhattak az elmúlt fél órában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!